Akkor egy gyors reggeli bejelentkezés. Nem szó szerint reggeli, mert most vette meg a reggeli empanádát is. Ez a főutca, ez a Florida. 9:30 van, ami nagyon koránnak számít, tehát ez az utca, ez tele lesz 1-2 óra múlva. És gondoltam, hogy a napi reggeli Cambio bejelentkezést megteszem. Nem lehet végigmenni, nem az utcán, hát 10 másodpercenként hozzád szól valaki, hogy Cambio. Tehát így, hogy váltsál nála dollárt, eurót, akármit, pezóra. Ami érdekes benne, hogy mondom, 5 méterenként, tehát az a srác is azért áll, azok, ezek mind, aki itt áll, az mind ezért áll, elmész mellette, és simán hozzád szól, Cambio. És ezt nem értem. Szóval, hogy 5 méterenként, és egyébként is az ember milyen gyakran vált pénzt, hát nem tudom, megérkezik, átvált egy nagyobb adagot, aztán idézésen le van tudva, majd lehet, hogy 7 múlva megint vált, aztán ennyi. Ráadásul, hát ezek ugye nem hivatalos váltók, tehát van benne némi kockázat. Na hát, amíg nyugodtan próbáltam megenni a reggelimet, bár ez egy elég forgalmas utca, itt a Florida fősétánynak a kezdete. Addig itt a narancsárga hátizsákos fiú helyett volt egy másik űrge, és mindenkit leszorított a Cambióval, és aki végül is elment váltani vele, jött egy űrge, azzal spanyol beszélgettek, legalábbis elég kötetlennek tűnt a társalgás, úgyhogy gondolom, hogy spanyol beszélgettek. És hát közben gondolkodtam, hiszen nagyon sok ilyen Cambiós van, tehát így 100 ember biztos van itt a következő 1 kilométeren belül. Tehát, hogyha valamire ekkora... Tehát úgy tűnik, hogy ez működik. Tehát akkor van kereslet, van kínálat. És ezen gondolkodtam, hogy miért váltana ennyi ember dollárt. Aztán ugye ott hozzá kell tenni, de ez mind csak ilyen kitaláció. Majd mindjárt megkérdezem egyébként ezt a srácot, de hát úgyse fog tudni angolul. Meg hát nem fogja elmondani. De szerintem itt elég nagy gondban van az ország. Itt ugye óriási infláció van, folyamatos bizonytalanság, ezt egyébként más is elmondta, hogy nem tudják, hogy mi lesz. Szerintem egyszerűen gyűjtik a dollárt. Tehát egyszerűen a saját, hát napról napra értéktelenedő készpénzüket, pezójukat, azt egyszerűen átcserélik dollárra, mert az egy idézős értéktartó dolog. Na, hova ment a srác? Na, most pont nem látszik a másik három beszélgetőtől, de egy fehér felsős űrgével ott beszélget. Na, majd kíváncsi leszek rá. Szóval erre kíváncsi lennék, hogy emögött mi az üzlet, meg mi a sztori. Na, teljesen barátságos volt a srác. Kár, hogy egy büdös szót nem tudott angolul, még a kérdéset tudom neki föltenni. Persze megbeszéltük spanyolul, hogy Mil Cento Trienta, és akkor most már tudom, hogy 1130, ami egyébként rohadt jónak tűnik. Most ugye ránézek azért, hogy mennyire vált a Western Union, de borzasztó itt a napról napra megy az infláció. Egyébként nagyon sajnálom őket. Akarom nézni az árfolyamot, de nem merek leülni, mert már 5-ön ide jöttek hozzám, mert látták, hogy hozzászóltam ahhoz a sráchoz. És azóta én lettem a kiszemelt célpont. Na hát pont a bank negyedben vagyok. Ugye ott a Banco Patagonia, nem tudom mennyire látszik, remélem látszik. Itt az ITB a valami helyi bankjuk. Ez az épület is valami nagyobb bank. Ha nem látom, én meg ide megyek a bank múzeumba. És hogy mindjárt bent leülök, aztán összefoglalom a gondolataimat, de itt valami nagyon nagy gáz van. Ugyanis ugye jó pár nappal ezelőtt, 3-4 nappal ezelőtt váltottam rára ezen a Western Union keresztül, és kerek 3 forintot írt ki, illetve 3,1-et, és most kiírt 3,3-at, amit azért néztem meg, mert ugye az előbb a srác az utcán azt mondta, hogy 1 dollárt 1130-ra váltanak, ami meglepően jónak tűnt, eddig 1000-ről tudtam, és úgy meg is lepődtem, hogy ja, hát akkor igen, akkor ezért éri meg náluk váltani, mert sokkal jobb árfolyamon váltanak, ugye ez az utcai árfolyam. És erre most bepötyögtem, és a Western Union már 1160-ért váltja, tehát még mindig nem jobb az utcán váltani, mint rendes, hivatalos pénzváltó akármi megoldással. De ez nagyon durva, mert előtte a Western Union is valami 1050-et írt ki rá, tehát az elmúlt 3-4 napban 10%-os infláció volt. Itt valami nagyon nagy gáz van. Bent vagyok a bank múzeumban, és beparáztam. Hétfőn váltottam forintról, azt hiszem 20.000 forintról, ilyen pezóra, és valami 61-2000-et kaptam érte, tehát 3,1-ért váltották, és most 3,3-ért váltják, és csütörtök van. Tehát 4 nap alatt majdnem 10% vagy 6-8%-os infláció. Hú, itt valami nagyon nagy gond van a levesben. Hát pár nap múlva kijutok az országból, nem azt mondom, hogy utána bármi történhet, de ez így nagyon gáz. Mondjuk az utcán éppen nem vettem észre, hogy változnának az árak.
de akkor valószínűleg ezért kiabál ez a sok ember az utcán, nem azért, mert annyira akar dollárt váltani, hanem gyűjtik be a dollárt. Nem bíznak a saját pénzükbe, és ugye ez egy egyenes út lesz ahhoz, hogy ez itt összeszakad. Na, és akkor gyorsan elmondom az elejéről, mert lehet, hogy ez akkor így nem tiszta, de előtte megmutatom, hogy a 10 pezóst azt a Diósgyőri papírgyár Ungriából készíti. Na, szóval az alapvető sztori az az, hogy itt két árfolyam van. Ez már az elején se tetszett, de meg nem is mondom, hogy 100%-osan értem, meg egyáltalán nem is értem, hogy ez mire való, vagy hogy van. Szóval van egy hivatalos árfolyam, amit ha beírsz a Google-ba, majd ugye beteszek képernyőképet, akkor látod, hogy most 1 dollárt 814-ért váltanak már, és a múltkor még 800 volt. Szóval a hivatalos árfolyam az 800. Ez azt jelenti, hogy ha én bankkártyával fizetek, vagy például az Airbnb-n kiveszem a szállásomat, akkor ugye ez alapján fognak váltani, és én itt sokkal drágábban kapom meg azt az adott szállást, vagy szolgáltatást, vagy bármit. Éppen ezért nem kártyával fizetek, hanem készpénzzel. És eddig az volt, hogy a 800-as hivatalos árfolyamhoz képest nagyjából 1050-et lehetett kapni 1 dollárért, tehát egy jó 20-25-30%-kal is akár többet kaptál a pénzedért egyszerűen, hogyha papírpénzért vetted. Ez a utcai árfolyam van, a red, meg a blue rate, és ez az utcai árfolyam. És ez az, ami most 1050-ről maradva a dollárnál, 1050-ről elszaladt 1160-ig. Körülbelül egy hét alatt, mióta én itt vagyok. Ami nagyon gáz. Ez azt jelenti, hogy az utcán mást ér a pénz, mint a bankközi elszámolások alkalmával. És ez valami állami befolyás, vagy nem tudom minek az éje. De tényleg az előbb hol volt? A másikba akartam mutatni, hogy most konkrétan milyen pénzek vannak, mármint, hogy ami itt van a zsebembe. Igen, ez az. Igen, itt vannak a 100, 200, 500, tehát most ezek vannak forgalomban, és itt is vannak. Igen, ott van az 50-es, a 20-as, ugye a 10-es nem láttam, és akkor itt van az elvileg új 2000-es, ezt még nem láttam utcán, én még mindenkitől 1000-es kaptam, ezt a szép sárgát, ezekből gyűjtök kilóra, most is van, vagy 20-30 darab a zsebembe, azzal szaladgálok. Na szóval ez a két árfolyam közti különbség, ez elég nagy feszültséget teremt, nem értem azért, ez nyilván sokkal jobban utána kell nézni, hogy ezt jól meg tudjam szakérteni, tehát két árfolyam van, van egy hivatalos, meg van egy utcai. De ettől függetlenül az árak, amik ki vannak téve az utcán, azok ugyanazok, és éppen ezért egy turista, mint hogy én, egy külföldi, az sokkal jobban jár, hogyha valamilyen módon be tudja váltani a pénzét, és papírpénzzel fizet. Hát azért a 20-30%-ért már érdemes, de hát ha jól sejtem, akkor most lassan fölcsúsztunk 40 fölé, ugye 814 és 1160 között, majd mindjárt kiszámolom, de hát ez még több is. Most én lemegyek és átváltom a pénzt a Western Unionnál, mert hogy egyébként kéne, mert a buszt is nyilván majd készpénzzel akarom kifizetni, és nem akarok érte többet fizetni, akkor én most 40%-kal többet kapok készpénzben, mint hogyha egyszerűen csak oda mennék megvenni a buszjegyet, és simán lazán, mint otthon, kártyával kifizetném, az kész. Azért ez nagyon nagy különbség. Hát sajnálom egyébként, mert ez, nem tudom, hogy ez hol fog megállni.